Szép jó estét kívánok! A szabadságok, nyaralások, a jól megérdemelt pihenés időszaka következik. Az év talán legkedveltebb két hónapjának küszöbén állunk, amikor mindennek kicsit más az íze és az illata, amikor a munkatempó picit lazább, a kollégák megengedőbbek és a határidők sem szorítanak annyira. Nincs ez a mi házunk táján sem másként. Év közben mindig felkészültek, szépek, aktívak, naprakész információkkal, a legeredetibb történetekkel, felkutatásával és a hölgyeket érintő legaktuálisabb kérdésekkel csalnak minket képernyők elé hétről hétre, de vajon hogyan kapcsolódnak ki, mit jelent nekik az igazi feltöltődés, és hogyan készülnek az őszi hajrára? Vendégem a stúdióban Kurta Kinga, az Erdélyi Történetek szerkesztő műsorvezetője, szervusz! Szia Zsuzsi! Bagaméri Noémia, női szeszély szerkesztő műsorvezetője, szervusz, köszöntelek. Szia! És Kádár Dombi Katalin, a híradó szerkesztő műsorvezetője, szervusz Kata. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a rendelő meghívását. No, lányok, mennyire vagytok kifáradva? Mennyire viselt meg benneteket az éppen végéhez közeledő televíziós szezonkat? Hát ugye az én munkám az ugye az, hogy reggeltől estig gyakorlatilag rohangálunk, megyünk a hírek után, keresünk, kutatunk, tehát hogy én egy nap végén is el szoktam fáradni általában, tehát nap végén is szükségem van a feltöltődésre, és így, hogy már azért tombol a nyár, azért eléggé érzem, hogy azért szükségem van a nyugalomra, a hosszabb nyugalomra egy-két hétre. Én aludni szeretnék egy keveset. Igen, én is érzem azt, hogy jó lesz most egy kicsit leállni és megpihenni és visszavenni a tempóból, hiszen az utóbbi hetek azért elég sűrűnek bizonyultak. De ugyanakkor a mi munkánk az annyiban hálásabb, hogy sokat utazunk, és sok vagány emberrel megismerkedünk, hogy az is egyfajta feltöltődést jelent azért. Noémi? Hát most már én is picit le vagyok merülve, és pont a legutóbbi női szeszélybe mesélte valaki, hogy aki ilyen intenzív munkát végez, és állandó pörgésben van, rengeteg emberrel találkozik, mint ahogy a forgatásokon én is benne vagyok, akkor egy olyan nyaralást választom, ahol pihenni tud, és én most arra vágyom, hogy az legyen a legnagyobb erőfeszítés, hogy melyik felemre forduljak, milyen könyvet olvassak, és igazából semmi gondom ne legyen. Hát, hogy azonnal beszélünk az álomnyaralásokról is, de azért még egy picit maradjunk a munkánál. Mennyire vagytok megelégedve az elmúlt év munkájával? Milyen sikerélményekben volt részletek? Mert azért mindannyian ugye olyan munkát végeztek, ugye Kata, folyamatosan információ közelben, ti nagyon sokat forgattok, nagyon sok emberrel találkoztok, nagyon sok pozitív energiával. Mennyire vagytok megelégedve? Milyen volt az zárás, Kinga? Én önmagában azt hiszem, hogy elégedett vagyok. Amikor elindult ez a műsor, akkor úgy éreztem, hogy össze kell szokni az operatőr párral is, és ez esetben ugye nekem Zelko Noémi a társam, hiszen az utóbbi időben sikerül együtt forgatni és együtt utazni, ami nagyon jól sikerült. És tehát én azt tudom mondani, hogy ez egy hálás szakma és egy hálás feladat, hiszen tényleg nagyon sok emberre találkozol, és nagyon szép történeteket sikerül ilyen szempontból elmesélni. Persze néha nehéz, hiszen folyamatosan kommunikálni kell, az ember nem lehet fáradt, hanem mindig ott kell legyen, és a helyzet magaslatában kell lennie, ami nem egy egyszerű feladat, de én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk, és remélem, hogy a műsor is sokat fejlődött, most már úgy érzem, hogy van egy struktúrája, sikerült tényleg összeállítani olyannak, amilyennek kell lennie egy ilyen erdélyi történeteknek. Ebben nagyon sokat segít a felelős szerkesztő is, akiről nagyon keveset beszélünk, ugye a tévénéző mindig a műsorvezetővel azonosul, hogy a műsorvezető ugye milyen szép, milyen fiatal, milyen üde, és mennyire jól el tudja mesélni azt a történetet. Ez esetben azért Miklós Ildikó is nagyon-nagyon sokat segített. De én elégedett vagyok különben ezzel az évaddal is. Kata? Ahhoz kapcsolódnék, amit Kinga mondotta az előbb, hogy az, amikor nap mint nap más emberekkel találkozol, különböző helyzetekben vannak azok az emberek, hozzá kell szólnod, hogyha épp boldog, akkor azt kérdezed, hogyha szomorú, akkor ahhoz kell valahogy közelítened, és akkor ez mind-mind ad. Egyébként ugye én pont egy éve tértem vissza a tévés életbe,
És az elején, az első hónapokban nagyon sok ilyen szociális témával foglalkoztam, hogy szegény gyerekek, hátrányos helyzetűek, különböző fogyatékkal élők, és előttemben így annyira megviselt már ez a dolog, hogy azt mondtam, hogy egy picit most muszáj leállnom, mert egyszerűen nem tudtak a gondolataim szabadulni tőlük. És folyton azon gondolkodtam, hogy mit, tehát ezen túl, hogy én elmondom az ő történetüket, vagy helyzetüket, mit tudok tenni. Aztán egy picit így leálltam, nyilván ez nekem egy csomó mindent adott, tehát így emberileg hozzám tett, de azért egy picit ilyen szempontból is veszélyes ez a munka, hogy azért kell tudni tartani a távolságot, meg kell találni az egyensúlyokat, határokat. Noémi? Hát én vagyok a legfrissebb, én most kezdtem decemberben, úgyhogy igazából ami nekem sikerült ebben az évadban, hogy megtanulni azt, hogy mit kell, hogyan kell felépíteni egy műsort, hogyan kell szerkeszteni, és azt tudom mondani, hogy igazából nagyon várom már a következő évadot, mert akkor már fogom tudni, hogy hogyan tovább, és most már így a kezemben van az, ami kell ahhoz, hogy egy műsort elkészítsek, és hát elégedett vagyok, mert hogy próbáltam így lépcsőfokokat mászni, folyamatosan vártam az visszaigazolásokat, és rengeteg embertől kérdeztem, hogy akkor mit változtassak, mibe fejlődjek, és hát rengeteget segítettek nekem, és a felelős szerkesztőm Farkas Kata, hát rengeteget segített, és sokat tanultam tőle, és hát gazdagodtam, rengeteg alannyal találkoztam, akik rengeteg energiát adtak. Olyan itt titeket hallgatva az jutott eszembe, szerintem soha az elmúlt 3 év alatt, hogy a televíziós szakma is olyan, mint egy ilyen jófajta konyha, hogy összeérnek az ízek, tehát egy bizonyos idő után összeérnek az ízek. Ugye Kata említette az imént, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire megvisel, ugye, ha nem pozitív energiával találkozol, vagy valamilyen formában pozitív energiával, de azért mégis találkozol mély szegénységben élőkkel, olyan történeteket mesélsz el, amelyeknek nem feltétlenül pozitív a vége, vagy ott volt valahol egy gubanc, amiből építkezni kellett, és ez bizony, hát hogy mondjam, olyan munkát igényel, kizárást igényel. Hogyan tudtatok átlépni egy ilyen nehezebb pillanaton? Tehát ugye Katát említetted, hogy át kell lépni, vagy valahol kint kell hagyni, de hogyan? Hogyan sikerült neked? Hát ami egy picit a lelki nyugalmamhoz hozzájárult, az talán az volt, hogy hát konkrétan tettünk is valamit. Egy nagyon szegény családnak gyűjtöttünk itt a tévén. Tévés kollégák, és akkor kivittük nekik, és akkor láttuk az őszinte örömöt, és akkor már is úgy éreztem, hogy tettünk valamit, tehát hogy egy picit könnyebb lett nekik, vagy boldogabb lett talán az ünnep. Tehát hogy ezek a konkrét dolgok mindenképpen nagyon segítenek, és hogy egyébként, hogy lehet ezen túl lenni, hát nagyon nehezen. Tehát hogy nagyon nehéz, tehát időnek kell eltelnie, tehát nekem le kellett ülepedjen magamba, hogy jó, ott vannak, amit teszek, tudok, amit nem, azt nem. Tehát, hogy így elég nehéz. Egyébként ti is így élitek meg? Egy-egy nehezebb pillanatot, Noémi? Igen, hát nekem a nehezebb pillanat az volt, hogy mennyire tudok azonosulni a műsorral, meg hát mennyire tudok ráhangolódni az alanyokra, mert nekem ez volt a kezdetleges kihívás, hogy valakitől átvettem, és akkor ő egy szintet elért, és én meg a nulláról kezdtem, és igyekeztem felépíteni a műsort. Az én saját egyéniségem alakította ezt. És nekem ezek voltak a nehezebb pillanatok magammal szemben, és az aranyokkal szemben pedig az, hogy minél inkább empatikus legyek, és találjam meg azt a közös szálat, amitől megnyílik az illető személy, és tudok beszélgetni. Ilyen nehézségek, mint amiről Kata beszélt, hát nem voltak, még nem tapasztaltam. Igen. Szerintem nagyon nehéz külön választani a szakmát a magánélettől, és én ezért egy kicsit küszködöm is, mert amikor lejár a forgatás, akkor hazamegyek, és akaratom ellenére is ott van mindaz, ami velem történt aznap. És azt szoktam mondani, hogy most kész, lejárt, és akkor most a család van, most én vagyok, most bármi más, de nem a munkám. És nagyon, nagyon gyakran ez nekem nem sikerül. Hordozom magammal azokat az élményeket, amelyeket kaptam nap, mint nap, és nem egyszerű túl lenni rajtuk. Lehet ez pozitív vagy negatív. Ha pozitív, akkor azon gondolkodom, hogy milyen jól esett, hogy ez az ember mégis fogadott minket, milyen jól esett, hogy örült nekünk, milyen jól esett, hogy befogadott, hogy mesélt, hogy végül is a története részesévé tett minket. Amikor egy negatív dolog történik, akkor meg az jut eszembe, hogy ugyancsak így, hogy mi az, amit lehetne tenni,
vagy vannak olyan történetek, amelyek meghatóak, mondjuk, hogyha árva gyerekekről szólnak, vagy hogyha olyan családról, ahol sokan élnek és segíteni kellene, vagy meghalt valaki, vagy egy tragédiát kell feldolgozni, és nekem arra rá kell kérdezni, tehát nem kérdezhetem azt meg, hogy akkor most mit érzett, amikor mondjuk meghalt valaki a családból, de hogy erre valahogy rá kell kérdezni, és hogy ezek szerintem nagyon nehéz feladatok, hogy úgy felépíteni azt a beszélgetést, hogy tudd, hogy hol van a határ, de ugyanakkor tényleg megkapd azt a választ, amire neked az anyagból ugye szükséged van. És én ezt még elég rosszul kezelem. Tehát, hogy nekem ilyen szinten még van, amit dolgozni bőven. Akkor ilyen szinten van, amit kipihenni a nyáron. Na, meséljetek nekem, lányok, arról, hogy milyen terveket szövögettek erre a nyára. Hogyan készültök, Kata? Hát a legnagyobb öröm, azt hiszem, az lesz, hogy egyik legnagyobb öröm, hogy végre nagyon sok időt fogok tölteni, reményeim szerint a kedvesemmel. Ez mindenképpen egy teljesen pozitív és feldob, és az utóbbi időben hát talán tartja is bennem a lelket jó keményen, tehát hogy így már számolom a napokat, hogy már mikor jön el az, amikor. Hát aztán meg tervezünk egy közös kirándulást, nyaralást is. Többek közt Székesfehérváron értem 4 évig, és akkor most végre megyek egy másfél hétre Fehérvárra, ami nagyon nagy örömmel tölt el, hogy látom azokat az embereket, akik nekem nagyon sokáig fontosak voltak, meg hát még most is fontosak, aztán meg egyet Barcelonába is kirándulunk. Jó, Kinga, én tudom, hogy te miért reagáltál így. Hát én már nyaraltam az idén Barcelonában, ugyanis ez volt a karácsony ajándékom, csak egy kicsit megkésett, de különben nem bántam. Igen, nekem Barcelona egy nagyon-nagyon régi álmom volt, és ez most az idén beteljesedett, és nagyon-nagyon vagány, tehát tényleg mindenkinek ajánlani tudom, hogyha azon gondolkodik, hogy hová menjen, akkor ezt ne hagyja ki. Ez volt egy májusi nyaralásunk, ami tényleg azt gondolom, hogy nagyon jól feltöltött, ugye az év elején már megadta azt az alaphangulatot. Nekünk az utóbbi időben a nyaralási szokásaink nagyon-nagyon sokat változtak, ugyanis áttértünk egy ilyen autós nyaralásra, ami azt jelenti, hogy az autóban alszunk. Már mindennel fel vagyunk készülve, talán még én lelkileg annyira nem, de különben ez történik, hogy elindulunk, és akkor bejárunk 3-4 országot, de 2 minimum, nagyon-nagyon sokat utazunk, és ahol tetszik, megállunk. Na most ezt következik augusztus 2. felében, mondom, még készülődöm erre a gondolatra, hiszen azért ennek megvan a varázsa, de megvan az a része, amikor úgy az ember egy kényelmes ágyat azért tud elfogadni, és olyan helyeket választunk, ahol nincsenek sokan. Most például néhány hét múlva lemegyünk a román tengerpartra, Vádura, ami egy elhagyatott hely, gyakorlatilag nincsen semmi, de szó szerint nincsen semmi, és ott leszünk, ami a világon a legjobb érzés közé tartozik, mert tényleg pihenhetsz, és ott lehetsz a barátaiddal, a családdal, és nem azt nézed, hogy hányan vannak a tengerparton, és hová tett fel a kis ernyődet. Tehát kire ne lépj rá. Kire ne lépj rá, igen. Tehát ilyen szempontból azt nagyon várom, úgyhogy érdekes lesz a nyár szerintem. Noémi? Hát nekem nyáron van az újratervezésnek az ideje, szóval nem januárban szoktam újévi fogadalmat tenni, hanem nyáron gondolom át, hogy akkor mi az, amit majd az új évben fogok tenni, és akkor igazából ilyenkor pótlom az elmaradt vagy ciklusaimat igazából, amiket még nem tudtam megtenni, és például sofőrsúlyra készülök, meg ilyen terveket hajtok végre, és ugyanakkor persze elmaradhatatlan a nyaralás. Mi most idén Görögországba megyünk, meg a kedvenc helyemre, Jósika falvára, ahol patak, tó, fenyves, és ott nőttem fel, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Az jelenti a feltöltődést. Igen, abszolút. A szinte kötelező tengerparti nyaralás mellett. Kinga, én nagyon szépen köszönöm, hogy felvezetted a következő gondolatomat gyakorlatilag, mert azt akartam kérdezni, hogy milyen típusú tervezők vagytok, vagy milyen típusú nyaralók vagytok. Azok, akik megterveznek minden lépést, minden megállót, ott alszunk, itt eszünk, és gyakorlatilag teljesen felszerelkezve egy tervel indultok el, vagy úgy hagyjátok, hogy alakuljanak a dolgok, lazábbak vagytok egy picit, vagy vannak olyan dolgok, amelyekben lazábbak is vannak olyanok, amelyek azért, hogy meg kell legyenek szervezve. Melyik típusba tartoztok, Noémi? Hát ami az elmaradt dolgokat illeti, ami rám vonatkozik, és nem tudtam évközben megtenni, ott nagyon, nagyon kiszámítom, és betáblázom, határidőket tűzök ki magamnak, és azokat pedig betartom. A nyaralást illetően pedig ott nincsenek korlátok. Ott szabadjára bízom, és laza vagyok, megtervezzük azt, hogy igenis hova megyünk, de hogy ott mi lesz,
azt meg arra bízzuk, amire éppen kedvünk van, amire éppen hangulatunk van, mert hogyha most előre megtervezzük azt, hogy mikor nézzük meg, vagy mikor sétálunk el a tengerpartra és naplementét nézünk, akkor ez lehet, hogy pont nem arra van akkor kedvünk, és nem szeretem az ilyen előre megtervezett dolgokat, hanem mindig az érzéseimre bízom, meg persze a társamnak az érzéseire. Nyilván, mondjuk én arra gondoltam, amikor ezt kérdeztem, hogy ilyen, hogy a szállás, mert azért tudom, és úgy tudom irigyelni azokat, akik úgy tudnak beülni az autóba, hogy megyünk, és aztán ott majd lesz valami. Hát gyakorlatilag 8 órán keresztül nem tud lenyelni egy kort vizet, ha én nem tudnám, hogy akkor most hol fogok aludni aznap este, tehát hogy ebben is ilyen nagyon laza vagy? Hát a szállás, az mindenhol van egy bázisunk. Szóval egy ilyen főszállás mindenhol van, de aztán, hogy ott fogunk aludni, vagy közben még átmegyünk más helyekre, vagy megnézzünk más helyeket is, az meg kiderül. Aha, aha. De mindig van egy pontos bázis. Kinga, te most készülsz fel lelkileg? Hát én elég sok mindent átéltem az elmúlt 3 évben, mert az én párom egy kísérletező alkat. Tehát mi elindulunk, azt tudjuk, hogy hová szeretnénk megérkezni, de hogy mikor érkezünk meg, és hogyan, azt nem. Emiatt én gyakran érzem azt, hogy nem tudom, hogy hol fogok aludni, vagy éppen mi fog történni. Mondom, ennek azért megvan a varázsa is, tehát nem azt mondom, hogy ez egy rossz tervezési folyamat. Az elindulásban nagyon pontosak vagyunk, mert különben ott problémák akadnak, tehát hogyha 6 órakor el kell indulni, akkor 6 órakor biztos, hogy elindulunk és beültünk az autóba. Hogyha meg kell valahová érkezni pontos időben, akkor azt is szoktuk tartani, de különben nem nagyon tervezzük meg azt, hogy mi történik velünk, vagy éppen hová lyukadunk ki. Meg olyan is volt, hogyha valami nagyon megtetszett, vagy valahol úgy éreztük, hogy most itt egy napot érdemes eltölteni, mondjuk pluszba, és kicsit kicsúsztunk határidőkből, akkor azt megtettük. Tehát, hogy ilyen szempontból mi elég lazán utazunk, és hát mindig van nálunk minden, ami kell, hogyha Isten őriz, valahol ott ragadunk, akkor lehessen elkészíteni egy levest, vagy lehessen megfőzni egy kávét. Hát olyan teljes túlélőkészlet van Kingáéknál. Igen, olyasmi. Lehet lakni az autóban. Kata? Én rettenetesen rossz szervező vagyok, tehát hogy minden ilyen dolgot kerülök, az az igazság. Tehát lehet, hogy nem bírok szembenézni ezzel, de hogy így nem. Én mindig másra hagyom. Jó, az úti cél, nyilván megbeszéljük, hogy mi legyen, hogy legyen. És talán ezért vagyok hajlamos arra, hogy engem se érdekeljen, hogy épp hol alszunk. Elindulunk, aztán meglátjuk, tehát hogy én is abszolút ezt az elvet vallom. Többször volt ilyen. És minden úgy volt jó, tehát volt olyan, hogy elindultunk Horvátországba, sátor, minden bekészítve, hogy majd mi most kempingezünk. Nem kempingeztünk, találtunk egy jó szállást, ott laktunk, ott aludtunk, tehát hogy ez így teljesen működik. Úgy érzem, hogy át kell értékeljem az életem, 3 elmesélték nekem, hogy én valamit nem csinálok, jó? Jó, lányok, órát fogok venni tőletek. Arról meséljetek nekem, hogy mi jelenti számotokra az igazi feltöltődést, az igazi kikapcsolódást. A jó könyv, a patak, a hegyek csendje is hűvöse, vagy inkább a tengerpart, a múzeumos kirándulások. Szóval, hogy mi áll a legközelebb hozzátok, és mi az, ami feltölt igazán, Kinga? Ez érdekes, mert ez is változik különben. Én nagyon szeretem a hegyeket. Tehát, hogyha igazából pihenni szeretnék, akkor biztosan nem a tengerpartot választom. De mivel olyan tengerpartra megyünk, ahol nincsen semmi, ez megint ki van pipálva, az én esetemben ez is megoldódik. De különben én is az a típus vagyok, hogy nagyon-nagyon szeretek például sétálni, vagy egyedül lenni ilyenkor. Ami egy családi kirándulás esetében, vagy amikor többen vagyunk, nem annyira megvalósítható, de ilyenkor is azért megtalálom ezeket a pillanatokat. Mondjuk felkelek korán reggel, és elmegyek sétálni. Legyen most szó tengerpartról, vagy hegyekről, vagy bármi. Tehát, hogy én azért igyekszem arra, hogy a nap pici részeiben valami kicsi olyan dolgot úgy betegyek, ami rólam szól, hiszen ezt nem tudom megtenni évközben. Tehát évközben sokszor érzem azt, hogy minden más fontosabb, mint én. És itt most sorolhatnám, de nem fogom, tehát tényleg a munkától elkezdve a családon át érzem annak az igényét, hogy egy picit egyedül legyek, vagy egy kicsit másképpen éljek, mint amit mondjuk a hétköznapokban teszek. A nagyon divatos szóval élve én időt követelünk. Igen, így is mondhatnám, bár ez nagyon önzőnek. Nom idő. Igen, van 2 napom, vagy nomi nap, és ez néha lecsökken egyébként, amikor több a munka, akkor csak egy nap a nomi nap. És milyen a nyári kikapcsolódás, feltöltődés? Hol töltődsz fel igazán? A hegyeket szeretem én is jobban. Idén azért megyünk tengerre, mert már nagyon rég nem voltam, és most már vágyom egy picit más környezetre, de egyébként a hegy, a patak
és a patak szélén az olvasás, hát az minden felér, és a biciklizés. Szóval sokszor úgy tesszük meg ezeket az utakat, ilyen hosszú kilométeres utak, amikor nem beszélgetünk, hanem mindenki a tájra, az útra, a biciklire és magára figyel. És az talán a legfeltöltőbb. Geniális. Kata? Hát akkor az én időmhöz is kell a csend. Én is inkább hegypárti vagyok, meg patakpárti. Viszont hát így, hogy már nyárról van szó, akkor azt hiszem, ami így feltölt, az valami élmény, valami nagy élmény, amire úgy majd jó rá gondolni, hogy amikor ott voltam és azt csináltam, mit tudom én, jetskiztem, soha nem jetskiztem ez egyébként még, tehát hogy úgy, amitől egy ilyen nagy adrenalin löketet kapok, és akkor az is egy ilyen teljesen pozitív élmény tud lenni a csend mellett. Egyébként a csendről jut eszembe, otthon lehet pihenni? Hogyan élitek meg? Azt hiszem, hogy a felsorolásból kifelejtettem, mert azt is kérdezhetem volna, hogy esetleg az otthonotok nyugalma mennyiben segít a kikapcsolódásra, de lehet pihenni otthon? Én nagyon jól tudok. Hogyha van egy szabad hétvégém, akkor én egy napig simán bírom azt, hogy nem csinálok semmit, vagy hát olvasok, vagy tévét nézek, vagy bámulom a falat, vagy főzök, tehát hogy amikor, de nem is kell senki mellé, én nekem ez teljesen működik, sőt igénylem is. Nekem ez nem jön össze. Én otthon nem tudok pihenni, valamit mindig találok, amit éppen el kell végezni, vagy meg kell csinálni. Örülök, hogyha véget ér a napom, és úgy érzem, hogy valamit sikerült még beletenni ebbe a napba, ami mondjuk így nem volt betáblázva. Akkor tudok pihenni, hogyha egyedül vagyok. Tehát, hogyha nincsen senki mellettem, akkor igen, megengedem magamnak azt, hogy 12-ig aludjak, nagyon ritka eset, de belefér időnként, vagy elszűrcsöljem a kávémat, és az megint csak egy olyan pillanat, amikor kimész a teraszra, és úgy jól el vagy. Különben nem nagyon, nekem nem jön össze ez. Noémi? Nekem sem egyáltalán. Ha a házban vagyok, akkor biztos valamit kell dolgozni, szóval megnézem az e-maileimet fél percen, de valamit biztosan kell, vagy valami feladatom biztosan van. Ha kimegyek az udvarra, akkor rájövök, hogy egy virágcserepet kell készítenem, mert nagyon szeretek egyébként kézimunkázni, és akkor kitalálom, hogy az udvaron akkor mit lehetne még, és akkor ott meg barkácsolok, ha hátra megyek, akkor kell ott meg a fűbe a virágokat intézem, szóval valami mindig van, és mindig valami eltereli a figyelmem, és nem tudok pihenni. Egyébként ha azt mondom, hogy álomút, álomvakáció, álomnyaralás, egy hely, ahol az energia más, ahova vágytok. Kata? Én Oroszországba szeretnék menni, Moszkvába. Télen vagy nyáron? Mert azért ez is a romantikájához tartozik, igen, azt hiszem. Igen, igen. Ez még ilyen régi Dostojevszkiből maradt dolog, hogy oda mindenképpen el szeretnék menni. Meg északra kívánkozom még, az északi országokba. Külön az érdekes, nekem nagyon sokáig Barcelona volt, de ez most úgy nem téma. Viszont Norvégia egyre inkább izgat minket az utóbbi időben, és eldöntöttük, hogy az idén biztosan nem, de jövőre ismét tervezünk egy hosszú autós kirándulást, elmegyünk 3 hétre, egyszerre vesszük ki a szabadságunkat, ami nem tudom, hogy hogyan fog működni, és 3 hétig elmegyünk és beutazzuk ezeket a helyeket. Tehát az északi országok, az Skandinávia. Így van, így van. Érdekes kis nyaralás lesz. Telelés. Telelés, igen. Noémi? Én Portugáliára vágyom, és az ilyen parti sportokat próbálnám ki, és minden, ami ehhez kötődik. Nem tudom, ez egy ilyen interkulturális eseményen figyeltem fel erre az országra, és akkor azóta is. Ez ugye a vágyaim között van. Tehát ott az energiaközpont, legalábbis ebben a pillanatban, akkor föltettük a térképre az energiaközpontokat. Jó, aktívan kapcsolódtok ki, vagy passzívan? Tehát kerékpározás, túrázás, sportolás, vagy inkább kávékortyolgatás, olvasgatás, zenehallgatás, napozás? Is, én is. Én is ezt az elvet hallom. Hát ez attól függéppen, hogy kivel nyaralunk, vagy mi történik, hiszen hogyha egy nagyon sportos társasággal, ami az utóbbi időben egyre gyakoribb, akkor azért aktívan részt kell venni úgymond a közös programokon. Tehát, hogyha most mindenki elmegy úszni, akkor valószínű, hogy én is csatlakozom. Vagy hogyha kerékpárral megyünk, akkor nem fogom azt mondani, hogy az én kerékpáromat hagyjátok itthon, mert mondjuk én inkább pihenni szeretnék. De én is azt gondolom, hogy is, tehát hogy éppen az embernek mire van szüksége. Most biztos nem tudnak kivinni kerékpározni, ha el sem össze a fáradtság.
tengerparttól, vagy éppen nem tudom, lazulni szeretnék a tengerparton. De hogy ezeket szerintem meg lehet beszélni különben. Kinga, említett a társaságot, ti hogyan álltok hozzá az ilyen társaságos kirándulásokhoz? Tehát inkább egyedül, vagy ketten a párotokkal, vagy nagyobb társaságban? Ez is. Mert van, amikor arra van szükségem, hogy akkor csendben legyek, a párommal legyek, vagy éppen a családommal utazzak, és van, amikor pedig ilyen óriási nagy társaságra vágyom, fesztiválra, csomó emberre, impulzusra, élményekre, és ehhez kapcsolódó sportolásra, és akkor meg lehet társaság is, vagy ez is a helytől függ. Kata? Abszolút a csendes, magányos páros, főleg most idén-nyáron teljes mértékben erre vágyom, de lehet, hogy ez már a korral is jár, nem tudom, de azért nem zárok ki semmit. Egy jól sikerült nyaralásra, vagy egy ilyen álomnyaralásra akár hajlandóak vagytok évközben is spórolni, gyűjtögetni, félreteszegetni a pénzt, azért, hogy ott mindent megengedhessetek magatoknak, ami szívetek, lelketek vágya, vagy úgy inkább a nyaralást megelőző két hónapban úgy még amennyi belefér, és akkor a lényeg az, hogy ott vagytok. Kata? Én visszatérnék akkor az előző kérdésedhez, az álomút vagy álomúti cél. Pont a szilveszteri műsorban beszéltünk róla, nem tudom, emlékszel-e, hogy... Hát ezt a Moszkvát nem lehet elfelejteni. Afrika volt, igen, bizony. Hogy volt egy Afrika alapom, tehát hogy így elkezdtem tavaly nyáron, sőt, tavaly év elején gyúrni arra, hogy akkor Afrika alap, mert hogy én Afrikába megyek ilyen humanitárius turizmussal. A pénzt azt gyűjtögettem, elköltöttem, Afrikában nem voltam, tehát hogy próbálkoztam ezzel, tehát nem tagadás, próbálkoztam ezzel a kis gyűjtögetéssel, nem jött össze, úgyhogy akkor így előtte igyekszem valahogy megoldani. De most egy apró zárójel, ugye a szilveszteri műsor köt össze bennünket, ott még azt is említetted, hogy egy kutyát szeretnél idén örökbe fogadni. Kutyám nincs, viszont van nyulam. Alakul a dolog, igen, valóban kutyát szerettem volna, de hát már a forgatásokban is meséltem, hogy mindig nagyon meghat az, amivel vagy akivel találkozom. Húsvét előtt arról forgattunk, hogy az emberek megveszik maguknak az élő kisnyuszikat, és aztán húsvét után sorsukra hagyják, és akkor ennek az lett az eredménye, hogy én egy kisnyuszival mentem haza, akit Olgának hívnak, és boldogan élünk együtt azóta is. Tehát akkor gyakorlatilag az örökbefogadás az úgy valamilyen formában kipipálva, csak éppen kisebb méretekben, kicsit csendesebb. Azért nem, tehát tud-e azért hisztizni. Kinga? Én rájöttem arra, hogyha nem nyúlok a bankkártyámhoz, az a legjobb spórlási módszer, ezért az utóbbi időben, mivel több helyen is dolgozom, igyekszem úgy tenni, mintha mondjuk egy helyről nem kapnék fizetést. És ez nagyon jól működik, addig a pontig, amíg szükség van a konkrétan a pénzre, de én azért félreteszek. Tehát nagyon, nagyon gyakran megtörténik velem az, hogy elmegyek valahová nyaralni, és kezdem átszámolni mondjuk az eurót lejbe, és nagyon gyakran rám szólnak, hogy ezt ne csináljam, mert hogyha az értékeket nézzük, akkor biztos nem fogod azt a fagyit megvenni, vagy azt a ruhát megvenni, hogyha éppen nagyon vágysz rá, vagy azt az eledelt elfogyasztani, mert azt mondod, hogy jaj, ez túl drága. És akkor most az elmúlt időszakban megpróbáltam erre odafigyelni, hogy ha elmegyek, akkor elengedjem magam, és azt mondjam, kész, most nyaralok, ennyit költök, ez van. És különben meg igen, félreteszek pénzt azért. Egyébként az jutott eszembe Kinga válasz a közben, hogy a Trendelő első évadának végén ugyancsak így nyaralásra készültünk, és egy utazás szakértőt hívtunk meg, és amikor azt kérdeztem tőle, hogy tehát ez egy ilyen záró kérdés volt, hogy a legjobb tanács, amit tud adni azoknak, akik nyaralni készülnek egy más országba, és ő azt mondta, hogy soha ne számolják át az ottani értéket lejbe, mert akkor vagy éhesen maradnak, vagy nem hoznak haza semmit, vagy nem fizetnek be semmilyen programra. Noémi? Én sose tudtam egyébként átszámolni. Nem, inkább erővigyázatos vagyok. Az, hogy évközben ez szerintem nekünk egy munkánkból adódóan nem mindig lehet kiszámítani, hogy akkor mikor van az a kikapcsolódás, az a nyaralás. Úgyhogy én évközben, hogyha úgy érzem, hogy na most nagyon lemerültem, vagy nagyon kifáradtam, akkor lehet, hogy egy hétvégén elmegyek, és azt a félretett összeget, amit lehet, hogy nyára kellett volna hagyjak, azt akkor inkább azon a hétvégén magamra, meg a
környezetemre szánom, mert hogy az jelenti nekem a feltöltődést. Úgyhogy igazából ez helyzettől függ, hogy mire vágyom, és mikor van arra szükségem. Lehet, hogy kitart nyárig, de ha közben szünetre is szükségem van, akkor előveszem, mert úgy gondolom, hogy az csak segít rajtam, hogy akkor hamarabb lépek még valahova, és valamit látok, valami impulzusokat kapok. Most ilyen felnőttes beszélgetés, mert már rögtön munkáról és pénzről és anyagiakról és beosztásról beszélünk, de ha most visszanézzünk a gyermekkori nyarakra, azokra, amelyek hát ilyen varázslatosak, most milyen kár, hogy egyszerre mindenkinek az arcát nem lehet mutatni. Milyennek látjátok most a gyermekkori nyarakat, azokat az emlékeket? Kata? Vége érhetetlen, hosszú, meleg, minden ilyen emlékképemben nyár van, az udvaron vagyunk egész nap, hurcoljuk a játékokat, mászkálunk a fűbe, tehát hogy egy ilyen hosszú, nem is tudom, tehát hogy ilyen, az volt az érzésem szerintem, hogy ilyen vége érhetetlen dolog ez, ilyen időtlen, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát hogy inkább ilyen nyarakat őrzök. Mert hát akkor voltam a román tengerparton a családommal gyermekkoromban. Arra kevésbé emlékszem. Inkább ezek az otthoni nyarak, meg a nagyszüleimnél töltött idő az maradt meg bennem. Noémi? Hát nekünk a családban ez mindig ilyen spontán volt, hogy apu felkelt reggel, és azt mondta, hogy indulunk. Nem tudtuk hova, pakoltunk, és akkor mentünk. Szóval nálunk ez folyamatosan ilyen kihívás volt, és ilyen varázslatos volt már az a hely is, ahova elmentünk, és mindig nagyon vártuk. Lényegtelen volt, hogy hova mentünk, és az, hogy együtt voltunk, az nagyon feltöltött. És hát nekem a nyarak, hát a nyár végére mindig szét volt törve a térdem, lábam, így abszolút mindent kipróbáltam. Mindig nagyobb fiúkkal barátkoztam, így a családban is nagyobb fiúk voltak így a rokonságban, és akkor mindent ki kellett próbálni, amit nekik. Ha sziklát másztak, nekem is sziklát kellett mászni. Ha bemásztak egy patakba, akkor én is, ha átmentek kavicsokon, én is. És hát mindig széttörtem magam nyár végére, de ez is így élményként maradt meg, és ugyanúgy, ahogy Kata mondta, hogy határtalan volt. És micsoda erővel jöttél ki ezekből, az erőpróbákból, Kinga? Nekem az jutott eszembe, hogy mennyire jó gátlástalan gyereknek lenni. És hogy például én erre nem vagyok képes az utóbbi időben, hogy elengedjem magam kellőképpen, és azt mondjam, hogy nem érdekel, hogyha nem tudom, mezitláb szeretnék valahol járni, akkor tegyem meg, vagy hogyha a tengerparton éppen olyan a helyzet, akkor, tehát hogy ne nézzem ezeket a külsőségeket. És gyerekként, tehát hogy ilyenkor az ember nem gondolkodik, pucéron végigszalad az udvaron, vagy veszi a kicsi játékait, és tényleg teszi-veszi jobbra-balra, tehát olyan gátlástalanul tudsz örülni mindennek. És talán nekem ez hiányzik a legjobban, ezek a hosszú esték, vagy a jó beszélgetések, vagy úgy egyáltalán az az érzés, hogy neked mindent szabad. Mondjuk én egy gyerek voltam, az nem azt jelenti, hogy nekem mindent szabad volt, de azért mégiscsak benne volt az, hogy én voltam otthon az, akinek nagyon sok mindent meg lehetett tenni, vagy olyan más volt, mint most, vagy más érzés volt, mint most. És nekem ez hiányzik, ez a gátlástalan gyermekhibája, ami ezzel jár. Egyébként van olyan, amit megőriztetek a nyári szokásokból? Egy családi este, nem tudom, vagy egy sarokban kiolvasni egy fél könyvet, vagy akár, ahogy Kinga fogalmazott, egy kicsit gátlástalanul örülni, vagy csak úgy lenni. Van olyan, ami megismétlődik, amit átmentettetek a felnőtt életetekbe? Ami nekem így eszembe jutott az, hogy gyermekkoromban rengeteget kanasztáztunk a család együtt, és akkor volt rá az elmúlt években próbálkozás, hogy akkor élesszük fel ezt a kedves szokást, előszedtük a kártyapakligat, leültünk, és akkor így mindenki, de hogy kell játszani, mindenki elfelejtette már, meg még így ami hely, ami nagyon a gyermekkoromat jelentette, vagy a gyermekkorom nyarait, az az Almási barlang, nagyon sokat jártunk oda, és akkor az elmúlt években is elmentünk oda néhányszor, megnéztük, minden úgy van, ott van, nekem minden sokkal kisebb lett, de lehet, hogy én lettem nagyobb. Kinga? Nekem a nyári meleg esték jutnak eszembe, hiszen engem nagymamám nevelt,
ugyanis édesanyám elég korán visszament dolgozni, és mindig kinnültünk a ház előtt, és most is látom ezt a képet, és néztük a csillagokat nagyon sokáig, és akkor ő mesélte nekem, hogy ez a csillagkép, ez, meg ez, amiket ugye lehetett látni szabad szemmel, és ugye ez nekem például nagyon sokszor hiányzik, ez az érzés. Tehát, hogyha ugye szembe jut, akkor egy ilyen meleg, családias, nagyon-nagyon szép pillanat, mindaz, ami a gyerekkorhoz köthető. Tehát, hogy valahol ezek a pillanatok, azt hiszem, amik ugye már nem jönnek vissza, de ugyanakkor ott vannak bennem, és hogyha leülök mondjuk este egyedül egy meleg kis teraszra, vagy valahol, akkor biztos eszembe jut ez. A nagymama. A nagymama is, igen. Bizony. Noémi? Hát a korábban említett Jósika falva az, ami így hirtelen eszembe jutott, hogy oda jártunk mindig. Azt mondtam egyébként, hogy ott nevelkedtem, hát úgy nevelkedtem ott, hogy minden nyáron legalább kétszer ott voltunk. És ott volt egy kanyar, amikor legelőször meglátod a tavat, akkor abban a kanyarban mindig megálltunk, kiszállt az egész család az autóból, közben ment a Dyer Streets az autóba, és akkor az a pillanat, amikor így a tavat látod, és megérkezel így a tó szélére. Hát ez az, ami így egy visszatérő, és ezt így mai napig is, hát azóta fogytunk a családba, de hogy ezt még mindig újraéljük, és igyekszünk ugyanúgy megélni, ami már természetesen nem működik, de hogy mindig megállunk a kanyarba, mindig lemegyünk a tóhoz, és este egyébként a csillagnézés az nekünk is. De milyen zseniális ez egyébként, nem olyan egy picit, mint az erdélyi történetek, hogy leülünk, és idézőjelesen csak a nyárról beszélünk, vagy nyári emlékekről és tervekről, és közben mennyi mindent meg lehet tudni sorsokról, életekről, családokról, Dire Straits, csillagnézés, kanasztázás. Ugye, jól van, köszönöm ezt az élményt. Na, beszéltünk Barcelonáról, Moszkváról, Portugáliáról, a csendes kikapcsolódásról, meg a mindenféle hipiskedésről. Most beszéljünk a nyár azon részéről, ami talán nem olyan kellemes, de mindenképpen hasznos. Terveztek-e olyasmit, hogy lekvár eltevés, egy hatalmas messzelés, nem tudom én, vini eltevés, szóval ilyen prózai dolgok. Ez úgy belefér a két hónapba? Nekem nem. Semmi. Sajnálattal jelented nem. Semmi ilyesmi nem jutott eszembe, hogy bármilyen dolgot kellene tennem, amiből hosszú távon is jövedelmezhetnék valamit. Nem, hogyha hazamegyek, és nyilván azt szeretnék hazamenni a szüleimhez, akkor segítkezem az ilyen otthoni eltevésekbe, de az, hogy én egyedül magamnak, az még nem jött el az életembe, de remélem, hogy el fog jönni. Kinga? Hát nálam nem olyan egyszerű a dolog, hiszen mi az utóbbi időben egyre több időt töltünk vidéken, hiszen van egy kis házunk, nem is olyan messze Marosvásárhelytől, és ott van egy kis kert is, ahol időnként teszek-veszek. Mondjuk az kikapcsolódás, nem feltétlenül szeretném a nyaramat ezzel tölteni, hogy akkor most az uborkákat tuszkoljam bele egy kis edénybe. Megtörténhet, hogy be kell segíteni azért. Az is szóba jött, hogy esetleg kiköltözni vidékre, erre sem vagyok én még felkészülve, tehát hogy ezek a dolgok elég távol állnak tőlem, miközben nagyon szeretek főzni, tehát hogy azért mondtam, hogy egy kicsit ilyen érdekes ez a helyzet, de én sem képzelem el úgy a nyarat, hogy akkor most üljek és kavargassam a lekvárt. Noémi? Én sem. Viszont én is segíteni fogok, mert néha kijárok anyuval, segítek neki a kertbe kertészkedni. Ez egy ilyen levezető munka a napi munka után, és talán ez itt ennyinél maradok. A szüleink szokták mondani, beszélünk majd 10 év múlva, vagy 5 év múlva, vagy meglátjuk, hogy fogtok ti főzni szépen augusztus utolsó heteiben a kályha mellett. Jó, lányok, térjünk az őszi tervekre. Milyen terveitek vannak a következő évadra? Noémi? Nekem picit kinyúlik a vakációzásom, mert hogy szeptemberben lesz a görögországi nyaralás, úgyhogy én előre fogok forgatni néhány műsort, és eljárok majd fesztiválokra, ahol szintén megkérdezek néhány előadót, és hát szeptemberben az új évadban, mint mondtam, már nagyon-nagyon várom, mert most jutottam el odáig, hogy akkor lássuk, hogy hogyan tovább, és most már van egy bizonyos adag tudás a kezembe, és akkor ezt hogyan tudom kamatoztatni, és hogyan tudom felhasználni, és minél több energiát, minél inkább most már a sajátomnak érzem, és akkor én hát nagyon-nagyon várom. Milyen íze van az összeért ízű ételnek? Azt hiszem, ezt fogod megkóstolni. Igen. Az új évadban. Kinga? Igen. Hát mi is hasonlóképpen leállunk egy picit a nyárra, ami azt jelenti, hogy
hogy műsorokat ugyan forgatunk, és készülünk a szeptemberi hajrára, de egy kicsit lazábban, és azért egy kicsit másképpen remélem, mert a határidőket tartani az bizony elég nehéz hétről hétre. És hát új történeteket találni sem éppen olyan egyszerű, de szerencsére van akivel dolgozni, és Erdély tényleg nagyon színes, úgyhogy remélem, hogy szeptemberben mi is teljes gőzzel indulunk újra. Kata? Hát a híradózás azért más, mert mi nem állunk le. Tehát, hogy így szerintem így munkatéren nálunk ez így nem válik ennyire külön, hogy akkor most nyár van, aztán ősz van. Bár ha lehetek őszinte, azért elmondom, hogy egy picit uborka szezon van ilyenkor, tehát elég nehéz megtalálni azt a napi egy-két témát, amit az ember leforgat, de úgy érzem, hogy ugye picit így egybe folyik, tehát hogy így nincsenek így kimondottan konkrét terveim, hogy majd akkor ősszel, akár itt a tévénél, akár a magánéletemben, mit tudom én, mit fogok tenni, megy minden, halad a maga útján. Az édes húrá optimizmussal és a spontaneitással, ami olyan jó ízű volt ebben a műsorban, meg ebben a beszélgetésben. Lányok, ez a záró kérdés. Ha egy mondatban meg lehetne fogalmazni azt, hogy milyen a tökéletes nyár, akkor hogyan hangzana ezt tőletek? Kreatív, élménydús, tele van kihívásokkal, nincsenek keretek, és nagyon-nagyon fényes, világos. Kata? Szerelmes. Kinga? Túlélő, nem tudom. Szeretném különben feszegetni egy picit a határokat, hogy mi az, ami még belefér az életembe, és mi az, amit szívesen kipróbálnék, különben új dolgok. Én remélem, hogy jó lesz. Nem tudom ezt egy mondatban megfogalmazni. Szükségünk van a pihenésre, a feltöltődésre és a nyaralásra is. Engedd meg, Zsuzsi, hogyha itt három szerkesztő ül a műsorban, vagy három műsorvezető riporter, bárhogyan is nézzük, tőled is megkérdezzük azt, hogy te mire készülsz a nyár alatt, és milyen terveid vannak. Hát, ha igazából, hogy titeket hallgattalak, nagyon röviden azt tudnám mondani, hogy én veletek ellentétben rendkívül tervezős vagyok. Én nem vagyok hajlandó beülni az autóba abban az esetben, ha nem tudom, hogy hol fogunk megállni, hol fogunk aludni, hány éjszakát. Tehát velem rendkívül nehéz ilyen formában. Nagyon-nagyon spontánul alakult az elmúlt három év nyaralás térképe az én életemben, a mi életünkben. Úgyhogy talán most nem is tudnám azt mondani, hogy rámutatok a térképre, és egészen bizonyosan ide megyünk. Amikor a szabadságkérésemet leadtam, akkor mindketten a hasunkra csaptunk, és az lett, hogy én beírtam egy hetet júliusban és egy hetet augusztusban, és akkor azt mondtuk, hogy előtte egy héttel azért megbeszéljük, tehát hogy úgy nekem is legyen egy ilyen lelki nyugalmam, de egyáltalán nem tudom még, hogy a nyár mit tartogat. Annyi talán tudok, hogy ősszel a skandináv országokat szeretném látni, úgyhogy én lehet, hogy megelőzlek téged ebben, Kinga. És nagyon sokat szeretnék napozni a kertben, és nagyon sokat szeretnék olvasni. Körülbelül ennyit. És nem tudok eltenni befőtteket, mert milyen jó volt, amikor én kérdezhettem. Szóval kérdésedekre válaszolva. Na, én nagyon szépen köszönöm, és a kérdést is köszönöm, és jó munkát, ha bár egy kollégám egyszer azt mondta nekem, hogy Zsuzsi, egy mondatban az, hogy jó és munka nem fér meg, tehát munkát, gyümölcsözőt, és nagyon-nagyon sok szép pillanatot kívánok nektek őszre is, és hát nyára is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ahogy a nyaralás sem teljes egészség nélkül, úgy a beszélgetés sem teljes a rendelő nélkül, záró rovatunkat a Gedeon Richter Románia támogatja. Ma este ember közelbe hoztuk az ETV3 közkedvelt szerkesztő műsorvezetőjét. A hölgyekkel nyaralásról, kikapcsolódásról és őszi tervekről beszélgettünk a rendelő harmadik évadának utolsó műsorában. Merész, különleges, más. Három évvel ezelőtt ezekkel a jelszavakkal indítottuk útjára ezt a műsort. A trendelő célja, küldetése és feladata abban állt, hogy másmilyen megvilágításból stílusosan, elfogadóan, érdeklődően és ítélkezésmentesen közelítsen meg olyan dolgokat, kérdéseket, érzéseket és élethelyzeteket, vagy kezdeményezéseket, amelyekről valamiért nem beszéltünk, amelyekről valamiért még nem szereztünk tudomást, vagy amelyek elől elzárkóztunk, pontosan amiatt, mert ismeretlen volt még számunkra.
Mindezeket a törekvéseket természetesen nehéz lett volna megvalósítani azok nélkül, akik hétről hétre elfogadták a meghívásunkat, és jelenlétükkel emelték a műsor fényét, művészek, sportolók, orvosok, tanárok, értékes kezdeményezések, életre hívói, támogatói, közéleti személyiségek, diákok, mind-mind hozzátették egyedi életszemléletüket a miénkhez. És akkor még mindig nem beszélhetünk rendelő életérzésről, ha nem lennének az értékes kollégáim, akik munkája nélkül nehéz lenne most büszkén visszatekinteni. A műsor felelős szerkesztője és megálmodója Miklós Ildikó, rendezőink, operatőrök, hangmérnökök és Viski Anna műsorvezető társam, akikkel együtt indultunk el az idáig vezető úton hatalmas lelkesedéssel, érdeklődéssel és tanulni vágyással. Ez volt a Trendelő, én Suba Zsuzsi vagyok. Szívből köszönöm az elmúlt 3 évben megajándékozott, megtisztelő figyelmével. Viszontlátásra! Köszöntöm Önöket az idei évad utolsó rendelőjében. A nyár beálltával a friss levegő, a természetben a napfényen való tartózkodás igazi örömforrás lehet. Viszont a természetbe járók, a szabadba kimozdulók számára egyre nagyobb terhet jelent a hullancs veszély. A parkokban, erdőkben és a kertekben ezek a nem kívánatos élőlények is várnak ránk, ezért tisztában kell lennünk a megelőzés és a kezelés lehetőségeivel. Ebben segít ma nekünk dr. Lorenzovics Anna, családorvos. Tartsanak velünk! A közhiedelemmel ellentétben a hullancsok nem a fákról támadnak, és nem is kizárólag az erdőben jelentenek veszélyt, hanem a fűben bokrok alacsony ágain tartózkodnak. A várakozó hullancs az áldozat melegét és szagát érzékelve támad, és akaszkodik az állatok bőrébe vagy az ember ruháira. Nem szereti a fényt, ezért a ruha alá próbál bebújni. Leginkább a lágyabb bőrrészeket kedveli, mint az ágyék, hónaj, térthajlat, törzs, de a hajas fejbőr is gyakori előfordulási helye. A legfontosabb dolgok, ha véletlenül kirándulás folyamán viszketést érzünk valahol, akkor ne reflexzerűen nyúljunk oda és kaparásszuk magunkat, hanem előbb nézzük meg, hogy mi váltja ki a viszketést. Mert lehet, hogy egy belénk kapaszkodott kullancs az oka, és akkor jobb azt előbb eltávolítani. Fontos, hogy minél hamarabb eltávolítunk egy kullancsot, annál kisebb a veszélye annak, hogy fertőződhetünk. Általában, hogyha 24 órán belül egy kullancsot eltávolítunk, akkor kevés az esélye annak, hogy a fertőző ágensek bejussanak a mi vérkeringésünkbe. A kiszedésnél is óvatosan egy megfelelő csipesszel, kullancs kiszedő csipesszel kell kivenni, aminek az a jellegzetessége, hogy csak egy pontban a kullancs teste alatt, pont a szájszernél érintkezik, és akkor finom emelésekkel a kullancs el fogja ereszteni a bőrünket. Ha nincs ilyen csipesz, nem áll a rendelkezésünkre, akkor egy szemöldök csipeszt is használhatunk, lehetőleg olyant, aminek az érintkezési felülete minél kisebb, és akkor kevés a valószínűsége annak, hogy megnyomjuk, megszorítsuk kivételkor a kullancs testét, mert akkor van az a veszély, hogy a fertőző ágensek a gyomor bennékével bekerülnek a szervezetünkbe. Nem szabad kenegetni semmiféle olajjal, benzinnel, ez régebb volt ugye egy ilyen szokás, mert mi történik ilyenkor? Tehát a kullancs érzi a fulladást, és menekülés gyanánt fogja kilövelni magából a fertőző korokozókat, amik bejutnak akkor a szervezetünkbe. Nem szabad dörzsölni, nem szabad gyufával körözni körülötte, ez is egy ilyen tévhit, ugye, hogy tudják, hogy a foszfort kerüli és menekül a kullancs a foszfor elől, de ma már a gyufát nem foszforral készítik, úgyhogy ez már teljesen fölösleges körözni a kullancs körül, mert akkor is megsérthetjük a testét. Az sem baj a világ vége, hogyha a szájszer, mert igazából nem a fej van a bőrünkben, hanem a szájszerve, a szívószer beleszakad a bőrünkbe. Még akkor is jól jártunk el, mert azt a szervezetünk, az immunitásunk egy idő után kilöki magából. A lényeg az, hogy a potroha, tehát a teste, a kullancsnak az minél hamarabb távol kerüljön a bőrünktől, testünktől. A kullancscsípéssel kapcsolatban számtalan rémhír kering. Tudnunk kell, hogy nem minden kullancs fertőzött, amelyik pedig igen, az általában 2 betegség kórokozóit hordozza. Ezek pedig a Lyme-kór és a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás.
Ugye a kullancsok alapvetően magukban hordozhatnak, nem minden kullancs, de nem tudhatjuk, melyik kullancs magában hordozhat egy vírust vagy baktériumot. Ha a vírust kapjuk el, vagy azt hordozza, akkor kialakul az enkefalitis, az agyvelőgyulladás, a vírusos agyvelőgyulladás, ha pedig a baktériummal fertőződünk, akkor a Lyme-kor. Én azt szoktam tanácsolni, amennyiben valakiben több ideig, huzamosabb ideig benne volt a kullancs, vagy nem vette észre kellő időben, akkor egy olyan 21 nap után érdemes tesztet csináltatni. Mondjuk nyár folyamán, hogyha nem jelentkeznek a betegség tünetei, akkor mindenképp a nyár végén érdemes tesztet csinálni, hogyha valakiben kullancs volt. A kullancscsépés megelőzése véget pedig ajánlott kullancsriasztó sprék használata. Ezek közül főként olyant válasszunk, amelynek minél nagyobb a hatóideje. Az agyvelőgyulladást okozó kullancsok által terjesztett vírus ellen egy 3 oltásból álló oltási sorozattal lehet védekezni, ez viszont nem véd a hosszú lappangási idővel rendelkező Lyme-kort előidéző kórokozóval szemben. A rendelő a mai műsorral bezár, szeptemberben újra nyitunk, addig is betegségmentes nyári napjaik legyenek. Tartalmas szünidőt, szabadságot kívánok Önöknek, a viszontlátásra! A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta.